Sziasztok! Gyakorlatilag ma egy nagyon egyszerű, valóban egyszerű és grafikus felületű videó és audio konverter programot fogok bemutatni. Ennek a neve Mystic. Tehát misztikus és nagyon jó és nagyon egyszerű. Fontos volt nekem az, hogy amit bemutatok az egyszerű legyen, nagyon jó és nagyon szép eszközöket találsz, ami videokonvertáló és sok egyebet tud, de általában azokra nincs szükség. A másik véglet, hogy vannak olyan videokonvertáló dolgok, amik viszonylag szépek, jók, de egy-két funkciót tudnak. Ez, ami nekem nagyon megtetszett, és könnyű is a telepítése, hozzáteszem, tehát nem kell semmi különösebb dolgot tenned. Bizony, a Mystic mindent tud, és elegendőt tud ahhoz, hogy a napi átlagos feladatokat ellássuk. Az első lépés természetesen a telepítés, és itt oda kell figyelni, hogy hogyan telepítjük, hiszen disztribúciónként eltérő telepítési módot szokott ajánlani. Jellemzően ez a saját tárolóban nincs bent, azaz egy kis ilyen-olyan tevékenységet el kell végezni. Mit? Első körben felmegyünk erre az oldalra, és ahogy lehet látni, hogy az operációs rendszert kiválasszuk, azaz megmondjuk neki, hogy milyen disztribúciónk van. Arch, Debian, Fedora, OpenSUSE és az Ubuntu-ra van telepítő eszköz. Én az Arch-ot használom, természetesen rákattintok. Telepítési forrás hozzáadása és telepítés kézzel. Ez az egyik megoldás, amikor te egy külső tárolót hozzáadsz, és abból telepíted a megszokott módon. Ennek az előnye természetesen az, ha jön egy frissítés, akkor a frissítésekkel, rendszerfrissítésekkel együtt ez is be fog frissülni. Azaz egy kényelmes dolog. Nyilvánvalóan, ha valakinek ellenérzése van a külső tárolók felvételére, ami nem az Arch rendszer saját tárolói, akkor ne ezt csinálja, hanem rákattint a bináris csomagok közvetlen letöltésére. Erre is van lehetőség, illetve természetesen, ha odamész a letöltések GNU Linux oldalra, és ott megtalálod, oldalt fent menjünk is oda, a letöltéseknél az, hogy van micsoda apimics, egy 106 megányi terméket letöltesz, és nagyon örülsz, itt a többit is el tudod érni, tehát az apimics-el meg tudod próbálni, hogy ez megfelel-e neked, nem kell külső tárolót felvenni, és az apimics-ek a legtöbb Linux rendszer alatt működnek, azaz kipróbálásra ideális. Én ezt fogom bemutatni. Egyetlen egy hátránya van az apimage-nek, hogy természetesen nem fogja követni a te általad beállított ikonokat, nem fogja követni a te általad beállított témákat, olyan színű, olyan kinézetű lesz, mint amilyet az apimage készítője alapértelmezetnek vélt, hogy az jó. Feltelepíted, ha rám hallgatsz kipróbálásra, a legkényelmesebb az apimics, hiszen lehet látni, hogy egy viszonylag friss, egy viszonylag új termékkel fogunk dolgozni, tehát valljuk be, egy programot a legkényelmesebb úgy kipróbálni, hogy van egy apimics, amit felteszel, nem tetszik, letöröd, és nincs olyan, hogy különböző függőségeket magával cipel, és nem biztos, hogy a rendszered egyértelműen az összeset letörli. Na lényeg, az egy darab. Kellemes, jól hasznosítható és viszonylag egyszerű programot fogunk megnézni. Nézzük is meg ezt a programot. Miután feltelepítetted a rendszert, illetve jelen pillanatban az adott programocskát, mi a következő lépés? A következő lépés, megismerjük a programot. Mindig tedd meg, hogy legalább egyszer végigmész az összes lehetőségeken, hogy megismerd, hogy ő mit és hogyan tesz. Mik azok a lehetőségek, amikről esetleg a leírás csak két szóban értekezik, vagy én nem térek ki rá, vagy esetlegesen most nem kell, de későbbiekben lehet, hogy kell. Azaz, végigmegyünk a szokott módon a menürendszer. File. Fájlok hozzáadása egyértelmű, kiválasztunk egy olyan videófájt vagy audiófájt, amit át szeretnénk alakítani. Én a COSI-t választom, ezt ismeritek, hiszen már volt róla szó. Elindítjuk, és látni egy listát, még hozzáadhatsz sokkal többet is, hogyha kötegelten szeretnél dolgozni, és a kiválasztott eltávolítása egyértelmű Next. A Next-nél megadod, hogy mire szeretnéd konvertálni, rengeteg félét tudsz kiválasztani, választjuk az avit természetesen, és kiválasztod az előre beállítottat, és szerkesztés. A szerkesztési lehetőségeket később meg fogjuk nézni egy másik menüpontban,
így nem térek ki rá, a mappát meg tudod adni, hova exportálja ki, illetve konvertálja, új mappa létrehozása, bemeneti fájlok mappájába, tehát ahol van, ott készítsen egy olyan almappát, ami számodra fontos, hogy külön mappába kerüljön, illetve kimeneti fájlok a forrás mappába, ezt egyértelműen be tudod állítani, megyünk finish, és lehet tovább állogatni a dolgokat. Opciók. Opciók, na hát ez a beállítási lehetőség igazából nem egy extra nagy beállítási lehetőségekkel rendelkezik, szerencsére, hiszen az egyszerűséget céloztuk meg ennél a programnál. A frissítések keresése a program indításakor nyilvánvalóan eldöntheted, hogy szeretnéd vagy nem szeretnéd, én nem pipálom be, apim is már ne keresgéljen már frissítéseket. Fölösleges majd, ha kell, akkor én oda megyek, letöltöm az új App Image-et, aztán boldogan használom az új, szebb és sokkal jobb verziót, vagy esetleg a rontott verziót. Na hát ez bele szokott férni a dologba, hogy esetleg visszalépések is vannak egy programnál. Átalakítás, automatikus indítása, ezt főleg nem szoktam bepipálni, hiszen én fájlonként meg szeretem adni, hogy mi a szözt csináljon, tehát azt csinálja, ami nekem kell. Azt hiszem egyértelmű. FFmpeg-nek a beállítása, itt alapesetben egy van, konvertálási szálak száma legyen 12. Én a magok számát szoktam megadni, így vélhetően kihasználja az összes processzor magomat, és talán egy kicsit gyorsabban fog működni. Próbáld ki, valóban gyorsabban fog működni. A nem elérhető formátumok elrejtése újraindítást igényel. Ha neked olyan konverzióra van szükséged, amihez a konvertáló rész nem elérhető, amiben te pontosan azzal a programmal nem tudsz konvertálni, azokat a beállításokat el fogja előled rejteni. Bepipálod, nem pipálod be, teljesen mindegy. Én nem szoktam bepipálni, mert hogyha kiderül, hogy valamiről valamire nem tudok konvertálni, akkor az nekem hasznos információ, hiszen az más programot kell keresni, hogy ehhez kell valamit megtennem, akármilyen egyéb programot installálni. Tehát azért figyeljünk rá, hogy ilyen információkat ne rejtsünk már el magunk elől. Eszközök. Az eszközöknél neked semmi egyéb teendőd nincs, úgy hagyod, ahogy van. App Image-et használok, illetve hát amíg ezt próbálgatom, addig natívan nem telepítem, azaz az App Image-nél nincs más teendőm, mint hagyom alapbeállításba. Ha nem App Image-et használsz, és bizonytalan vagy, hogy a csomagkezelőd fölrakott-e minden függőséget, mindent, ami neki kell, őt, meg őt, meg őt szépen egyesével beírod a terminál ablakba, és ha sokszora azt írja ki, hogy bocs, de ilyen program osztály nincs, akkor telepíted. Nem szokott ez problémát okozni, ezek ilyen általános konvertáló eszközök felkerülnek vagy alaptelepítésnél, vagy természetesen, ha más konverziós, vagy más videóvágó, audiovágó programot használtál, akkor ő fölgyömöszöli saját magának, azaz ezekkel igazából nem lehet gond. De azért nézd meg, nehogy félúton derüljön ki, hogy például valamelyik a három közül nincsen fent a géperen, leokézzük, beállítás, ennyi volt. Szerkesztés, szerkesztés kiválasztottak, eltávolítása, egyértelmű befejezettek eltávolítása, hogyha több fájlt szeretnél egyszerre konvertálni, és egyiket befejezi, azt kapja ki már a listából, és ne ott csúfoskodjon, hiszen elvégezte a munkát. Vagy nem, hogyha szeretnéd látni, hogy bizony az már készen van, lista törlése egyértelmű, jó hosszú listát összeállítasz, ki tudod törölni egybe is, kimeneti mappa változók beállítása, kimeneti fájlnév megváltoztatása, kimeneti könyvtár megváltoztatása, hibaüzenetek megjelenítése, kivágása, ezt később rá fogunk térni. Átalakítás. Átalakítást elindítod, alapbeállítással elindul az előző beállítással, úgyhogy ha rákattintasz, és akkor elindítja a munkát. Én szeretem saját magam elindítani, állj újra, újra mindent, leállítás, különösebb információt nem kell hozzá adnom, hiszen egyértelmű. Az átalakítás után nézzük meg a helpet, a segítséget, F1-jel kapsz egy leírást, ha van kedved, megnézed, ha nincs, nincs. Én elmondom az alapdolgokat, de érdemes áttekinteni, vagy a előbb bemutatott honlapon keresgélni a leírások között. Bizony sok érdekességet megtudsz, hibajelentést teszel, nem teszel te dolgot, remélhetőleg nem kell ilyesmit tenni. Nem találtam benne olyan hibát, amit én nekem jelenteni kéne. Frissítések ellenőrzése, előbb megbeszéltük itt a három eszközről,
a keretrendszerről, a kódolóról, illetve magáról, a programról kapsz információt, a honlapjukra fölnavigálsz, és megnézed, hogy mit írnak róla, vagy nem, hiszen ebb fajék egyszerűségű a program. Alkalmazás fordítása, adományoz, most nem érdekes. File hozzáadása megtörtént, egyértelmű kijelöltem, és az átalakítást, az állj újra mindet, azt hiszem ez már ismerős, dolgot megtehetett, kiválasztottak, eltávolítása, ez, és ez bizony egyértelműen ismert dolog. Itt a végén azt tudod beállítani, hogy bizony mit tegyen, hogyha végzett az összessel, én igazából nem szoktam hozzányúlni. Oké, mit tudunk tenni? Hát bizony van egy fájlunk, aminek az átalakítását, konverzióját szeretném megtenni. Ott bizony a szerkesztésre kattintva a változók beállítása lesz az első feladatunk, azaz hang, videó, idő és a haladó beállításokat meg kell tenni, illetve be kell állítani. Magyarul természetes, egyértelmű, világos, hiszen elég sok mindenről, elég sok mindenre tud ő konvertálni. Audio inaktív, egyértelmű, a videóból ki akarod venni a hangot, tehát csak a kép maradjon meg. Felvettél valamit és zúg a háttérbe a Volga, akkor természetesen egyértelműen ki tudod csapatni a hangot, és csak a képet kapod meg, és utána alámondasz, zenét teszel, akármi kényelmes szerkesztő programba, KDN Live-ba is meg tudod tenni. Inaktív, akkor nyilván beállítási lehetőség nincs. Egyértelmű, hogyha valami nem kerül bele, akkor azt nem kell beállítani. Hangmásolása. Ha hanggal elégedett vagy nem akarsz változtatni rajta, akkor a konverziót segíti, gyorsítja az a gondolat, hogy a hangot ne kódolja újra, hanem egyszerűen a streamet, a hang folyamat átpakolja kódolás nélkül, ha erre lehetősége van, a kész videódba, az konvertált videóba, illetve itt beállítod. Mintavételezési ráta igazából legyen alapbeállítás, mármint úgy értem, hogy a három közül kiválasztott egyik. A videó lejátszó programok szeretik, hogyha egy szabványt használunk, de amúgy beállíthatsz akármit is természetesen, de az már egy kis tudás kéne. Én azt gondolom, hogyha valaki átkódol valami a 44.10-esre állítsa, szabvány, bőven jó, bitráta, autó, megállapítja, hogy mennyi volt, és azt használja, de egyébként te is kézzel beállíthatod. Csatornák száma, autó, nyilván annyi, amennyi volt, és te is kézzel be tudod állítani, 1, 2, 3, 4, 5 csatorna, hangcsatorna legyen benne. Természetesen, ha után feldolgozod a fájt, a videódat, akkor nyilvánvalóan annyi csatornát kell belerakosgatni, ahány audio csatorna van, vagy kell, de természetesen ezt a vágó programmal is utánfeldolgozásnál meg tudod tenni, ha olyan a program. Hangerő 100%-osra állítod, vagy magasabbra, vagy kisebbre, érdemes már itt egy pici kis hangkorrekciót végezni, ha túlhalk vagy túlhangos a videód, de arra figyelj, ez csak egy egyszerű 100%-os, illetve úgy mondom 100%-os átalakítási módszer, azaz gyakorlatilag ez nem egy Audio City, amiben mindent tálogathatsz, hanem csak hangosít, halkít, azért nem a legideálisabb professzionális utánfeldolgozáshoz itt beállítani nyilvánvalóan. A videó rész teljesen ugyanúgy néz ki, mint az előző. Valamiket be tudsz pipálni. Első, helyezze be a felirat lehetőséget, ha rendelkezésre áll. Egyértelmű, olyan videó fájba, ahol nincs felirat, tárolási lehetőség, akkor oda ezt hiába pipálod be, egy audio fájba hiába pipálod be, azaz ezt akkor használd, ha tudod mi az. A videó kikapcsolása ugyanaz, mint az előző, hogyha nem szeretnéd, hogy a képfájl menjen, tehát kép legyen a videóba, akkor audióvá konvertálod, azaz ki tudod kapcsolni. A videó másolása ugyanaz, mint az audio másolása, hogyha a videó formátum, mármint a videó méret, egyéb dolog neked megfelel, akkor egy az egybe át tudod küldeni a streametet átkódolás nélkül, gyorsan, sokkal gyorsabban tudod elkészítetni a következő konvertált videódat. Igazából át kell gondolni, hogy milyen beállításokra van szükséged. Általában ezt én, mivel hogy konverziót használok, nem szoktam bepipálni a konverzió. Az átalakítási lehetőségek természetesen
elég bőek, de van egy hátránya. Nyilván nézzük is meg, mit tud, és utána kiderítjük a hátrányát. Fekete-fehéret csinál. Szuper! Színesből fekete-fehéret csinál. Fordítsa meg függőlegesen, tehát tükrözni tudod, függőleges, illetve vízszintes tengely. Mentén ki kell próbálni egyértelműen, hogy melyik, hogyan néz ki. Igazából ezeknek olyan nagy funkciója nincsen, hiszen általában nem fejjel lefele tartott kamerával, vagy fejjel lefele tartott monitorral veszük föl a dolgokat, de előfordulhat, hogy ez szükséges lett, illetve a vízszintes tükrözés akkor szokott előfordulni, hogyha szeretnéd a szereplőket egy kicsit felismerhetetlenné tenni, azaz megtükrözöd a videót, és akkor egy picit a feliratok fordítva lesznek a pólon, és az arc is jobb és bal oldalt felcserélődik, és nem annyira felismerhetőek lesznek a személyek. Kis trükköcske, bizonyos videótémáknál ez előfordul. Forgass a 90 fok jobbra, 90 fok balra. Egyértelmű, ezek akkor szoktak előfordulni, hogyha kverbe, álló vagy fekvő formátumba veszel föl, és mégiscsak kiderül, hogy hát az mégsem nem úgy jó. Telefonoknál szokott előfordulni, hogy bizony azért az álló vagy a fekvő formátumot szeretnénk megváltoztatni. Forgassa el 180 fokkal, egyértelmű 180 fokos fordulatot tesz, ami kellemes. Na hát nézzük is meg, csináljunk fekete-fehér videót a színes videóból, hiszen mondjuk a Kozinak, annak a kis programnak, amit én bemutattam, ezzel bizony, hát bizony, teljesen mindegy, hogy színes vagy nem. Ops, bepipáltam, mi történt? Hát ők bizony inaktívak lettek, szörnyű. Szörnyű, kellemetlen, és hozzáteszem, ez a hátrány a programnak, azaz az elforgatást és a színtelenítés, tehát a denzitásnak, illetve a színeknek a eltüntetése bizony nem mehet egyszerre, hát kellemetlen, de egyszer egy ilyen változtatást szoktunk megtenni, vagy illetve ez a program annyit tud. Ez általában használat közben nem okoz különösebb problémát, hiszen a többi funkció működik vele, párhuzamosan, együttesen, és nem jellemző az, hogy tükrözünk is, meg fekete-fehérre is tesszük. Azaz ezt itt igazából egy hátránynak lehet elkönyvelni, de nem a használatra mutató hátrány, hiszen ezt a funkciókat egyszerre nem szoktuk használni, az elforgatás meg természetesen meg tudjuk tenni. Videóopciók, szélesség, magasság, bitráta, ezeket meg tudod változtatni egyértelműen, és ami nagyon kellemes, van egy levágási funkció, azaz a tetejéről vágjunk le 30 pixelt, és lehet látni, hogy ez a hát pirosas, barnás vonal lejjebb került, de hogyha nem hiszitek el, hogy lejjebb került, akkor levágok belőle 300-at, és akkor csak ez a terület lesz. Itt is le tudsz belőle venni, mindegyik oldalra nem tudod húzkodni önmagát a vonalat, tehát ez nem grafikus beállítás, hanem olyan, hogy neked pixel szerint kell megadni, de azért nagyjából lehet látni, hogy hova húzódik le. Ez akkor fontos, amikor a széleket leszeretnéd vágni a videóról, természetesen akkor a szélesség és a magasság kimeneti értékét is be kell állítani, hogy azért ne torzuljon az arány annyira. Váltott sorosság megszüntetése, ha kell, kell, ha nem kell, nem kell, és a forrással megegyező kvantáló, ha kell, kell, ha nem kell, nem kell. Én ezeket nem szoktam bepipálni, maradjon minden a programra ráhagyva, hogy így mondjam, és akkor ő gyorsabban fog végezni, azaz nagyon-nagyon szépen be tudod állítani a kimeneti méretet, magasság, szélesség és a bitrátát, amit igazából autón is lehet hagyni, és abban a pillanatban ő működik. A levágást meg tudod tenni, párszor hasznos az, hogy a széllekről lekerül valami, tehát a középpontra, vagy hát akármelyik, hiszen nem muszáj centrikusan mind a hármat, illetve négyet mozgatni, ki tudod vágni azt a részt, ami számodra fontos, és leokézod, nem okézzuk le, hanem megyünk a 3D opciókra, ahol a 3D-s beállításokat, ha olyan a felvétel, 3D-ssé alakíthatod, én azt mondom, hogy azért ez nem egy olyan tökéletes dolog, illetve hozzáteszem, én nem tudom a szemem miatt, hiszen nagy a eltérés a két szemem között dioptria szempontjából ezt ellenőrizni, hogy működik. Nekem a 3D-s szemüveg meg egyebek nem szoktak működni, de ugyanazokat a gondolatokat megteheted. Én ezt az extra opciót használom. Idő nyilvánvalóan elejétől a végéig egyértelmű. Az egész videó
audio folyam működjön, azaz elejétől végéig a újba is ott lesz. Meg tudod adni, hogy az elejétől hány másodperctől a végéig hány másodpercig vágja ki. Tehát van egy kivágási lehetőség, az előnézettel pedig meg tudod nézni, hogy a vágás eleje vége számodra pontosan megfelele. Hozzáteszem, és igazából nekem az a véleményem, hogy itt vágni eléggé módszeres, ez az időpontok beállítása számomra nem annyira kedvező, kellemes. Én vágóprogrammal szoktam ezeket megtenni, illetve a méretezés, a videósebességét inkább így mondom, azt tudod megadni, hogy gyorsabb vagy lassabb legyen, nyilván nem piszkáljuk, hiszen egy videót, ha fel akarsz gyorsítani, akkor az már egy szerkesztési feladat, bár meg lehet itt is tenni. Oké, haladó beállítás, rá kattintasz, na hát ez az, ami nekem igazából kedves, és ezeket szeretem a programokban, hogyha ő egy előtét programja, mondjuk egy parancsoros eszköznek, itt az adott három programocskának, amit ott megnéztük, hogy annak a megléte elvárás, előtét programja, akkor már magyarázza el, vagy legalábbis mutassa meg nekem, hogy milyen beállításokat fog ő használni, és akkor fogod, és kivágod, illetve hát kimásolod, inkább így kényelmesebb, kimásolod, és utána parancsorban is meg tudsz adni ugyanezeket a paramétereket egy másik fájlnak, azaz egy kis trükközéssel itt beállítod a megfelelő, az előző feladatom szerint a körbevágást, és utána a többit már nem ezzel a programmal fogod elvégezni, hanem parancsorból, egy script segítségével ezzel felparaméterezed az FFmpeg-et, és utána azt látod boldogan, hogy működik. Azaz ki tudod belőle nyerni a megfelelő parancsori beállítást. Ez nekem nagyon kellemes, nagyon szeretem az ilyen programokat, ami intelligensen dolgozik, és nem rejti el, hogy mit csinál. Antal ilyeneket érdemes gyűjtögetni, kimeneti mappa beállítása, egyértelműen meg tudod adni, hogy hova menjen az adott fájlt, hova másolja. Én úgy gondolom, hogy érdemes egy külön mappába átmásoltatni, illetve úgy mondom, oda konvertálni, így még véletlenül sem ütközik, ír felül valamit. Ugyanezt meg tudod tenni a szerkesztéseknél is, tehát beállítod a kimeneti mappát, a kimeneti fájlnév megváltoztatása, kimeneti könyvtár megváltoztatása, tehát az alapkimeneti könyvtárat át tudja írni az adott fájlhoz külön-külön is, de én egybe szoktam átküldeni. Nézzük is meg a kimeneti fájlnév megváltoztatása, adjon meg új fájlnevet a kimeneti fájlnak, hogyha át szeretnéd iratni, mondjuk konv, konvertál, akkor át fogja írni, és a kiterjesztést hozzáteszi. Itt egy picit hiányolom azt a funkciót, hogy egy, hogy is mondjam, egy általános megadása is legyen ennek a kimenetnek, tehát azt szeretném elérni, az lenne számomra ideális, hogyha a COSI név mögé automatikusan minden egyéb beállítás nélkül hozzátenne egy tagot, tehát például ez a konvertálást, konvertált fájl névhez hozzátenni, és akkor tudnám, hogy melyik az eredeti, meg melyik nem az eredeti, de hát ez már az én elgondolásom, hogy ez egy plusz eszköz lenne, hogy ilyen szabvány kifejezéseket is hozzá tudjunk alkotni. Na hát mindegy, ezt tudja. Azaz, ezek után mi van? Megnyomod az átalakítást, és megvárod, hogy lefusson. Attól függ, hogy mekkora a fájl, milyen gyorsan megy, mekkora a géped, le fog futni. Én úgy gondolom, hogy ezt nem fogjuk végignézni, mert ahogy látni 1, 2, 3, 4, 5 szépen egymás után menni fognak a százalékok, nem nézegetjük, nem várjuk meg az eredményt, elhiszitek nekem, illetve kipróbálás után meggyőződtök arról, hogy bizony ez működik, azaz nem csak egy program, ami van, hanem működőképes program is, azaz köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek ajánlom, hogyha egyszerű feladatok vannak, konvertálás, körbevágás, forgatás. Ez az a három, amit igazából videófájloknál ez meg tud tenni, illetve az audiofájlok formátumból formátumba való konvertálását szeretnéd kötegelten, tehát sok-sokat egyszerre megtenni, akkor ezt a programot érdemes kipróbálni.